Hétvégén ugye az Atletico-val fogtok játszani. Ellenük mire kell különösen odafigyelni szerintetek? Hát mindenre, szerintem mindenre oda kell figyelni. Szerintem ezt a csapatot nem kell senkinek bemutatni, ismeri nagyon jól mindenki. Ugyanúgy készülünk ellenük is, mint akár egy bajnoki mérkőzésre, vagy legutóbb a két BL ellenfelünk ellen. Maximálisan készülünk ezen a héten is, és felvesszük velük ellenük a harcot. Meglepte az, hogy az Atletico nem 4 ponttal áll két mérkőzés után? Nem leptem meg. Az lep meg, hogy az emberek borzasztóan kevésbé tájékozottak, hogy a csapatok milyen erősek. A moszkvai csapat döntetlen játszott otthon a Berlinnel, egy nagyon erős Berlinnel, és a moszkvai csapat egy olyan csapat, amely erősebb, mint az orosz válogatott. Tehát az Atlético Madrid hazai környezetben egy 11 ezres csarnokban 4000 ember előtt játszott úgy, hogy nagyon távol voltak a nézők a csarnokba. Ebből adódóan óriási tempót diktálva, de nem olyan nagy nyomással tudták végigjátszani a meccset. Ez abból érződött, hogy azt hiszem 6-7 góllal vezettek. Tegnap néztem a mérkőzést, most pontosan azt hiszem 6 gól volt a minimum, ami utána a végjátékban, az utolsó 10 percben utolérte őket az orosz csapat, és megérdemelten egyenlített, tehát a 7 méteres idénytúli 7-es egy megsemmisítő fault után zajlott, amit az utolsó másodpercben irányító játékos, a 20-as játékos, Simas Rodriguez realizált, és a döntetlen az hízelgő a végjátékot tekintve a madridi csapatra. A madridi csapat tavaly BL döntős, szenzációs erőségű csapat, egy kicsit könnyedén vett az utolsó 10 percbe, hiszen azt hitte, hogy megvan a meccs, elaludtak. Rutinos játékosok vannak a csapatunkban, akik már nagyon sok mindent láttak és tapasztaltak. Az, hogy egy csapat most, akitől talán elvárható lett volna, hogy 4 pontot ilyen tovább a 2 forduló után, és a csoport favoritja. Azt gondolom, hogy az abszolút nem jelent semmi. Nyertek már meg úgy olimpiát, világbajnokságot csapatok, hogy egy gyenge ellenfélt kikaptak az elején, és utána összekovácsolódott a csapat. Szóval nem szabad, hogy megtévesszen ez bárkit is. Az igazság, hogy egy olyan csoportban vagyunk mi, ahol a mi szemszögünkből ez egy halálcsoport. Szóval van egy nagyon erős Kiel, Montpellier, Kopenhága 3-as ott a másik csoportban, de a miénk meg azt gondolom, hogy nagyon kiegyenlített, szóval bárki tud nyerni bárhol. A Kielce majdnem végigvezetett a mérkőzésen, és csak az utolsó pillanatokban tudta megfordítani a Berlin a meccset, szóval egyszerűen nem lehet kiszámítani. Ettől is szép és érdekes ez az egész. Én azt gondolom, hogy nekünk minden nap és minden héten meg kell küzdenünk azért, hogy pontokat szerezzünk. Ezért úgy megyünk Madridba, hogy egyszerűen nincsen veszíteni valónk, mivel itt ugye a pontgyűjtés a lényeg. Meg kicsit nyugodtabbak vagyunk, most megvan a 4 pont, és a Madridot, hát meg szeretnénk meglepni, az az igazság, nyilván. Ha nem akarnánk, akkor nem is lenne értelme készülni. Hogyha a Csehovszki medvegyének sikerült, akkor egy nagyon jó Veszprémnek miért ne sikerülhetne ponttal, pontokkal eljönni akár Madridból, de igazából az a cél, hogy minél jobb teljesítmény nyújtson a csapat, és tényleg ha tudjon, akkor ponttal vagy pontokkal távozzon.